Pár nappal a protézis műtét után Szakály Györgyné a járás gyakorolja a Halasi Kórházban. Felgyorsultak a protézis műtétek az intézményben. Folyamatban van a korábbi óriási 5-6 éves várólisták ledolgozása. Csípőprotézisre jöttem, és 6 éve körülbelül már kellett volna a műtét, de most úgy rá tudtam szánni is magam, és a lehetőség is megvolt, hogy bejöjjek, és megtörtént múlt héten a műtét, és javulok. Most már lábadozok, jobban érzem magam sokkal, és járok is már járókerettel, mozgok, a gyógytornászok segítenek, és mindenki nagyon segítőkész, az ápolók is, az orvosokkal is maximálisan meg vagyok elégedve, és hálás vagyok. A várólisták csökkentésére biztosított források segítették elő a műtétek felgyorsulását. Az intézmény akkora előrelépést tett, hogy akár más térségből érkezőket is tudna fogadni, ám eddig még nem jelentkeztek betegek erre a lehetőségre. Valószínűleg azért, mert például egy Borsod megyei betegnek nehéz lenne az átjárás. A cél, hogy a sok éves várakozás helyett a betegek 180 napon belül műtétre kerüljenek. A kormány rájött arra, hogy pénz nélkül nem megy ennek a várólista rendszernek a csökkentése, és először 740 milliót, majd 1 milliárdot és 5 milliárdot raktak be egy külön rendszerbe a várólista csökkentési programra. Nagyon eredményes volt ez a program, első körben adminisztratíve körülbelül a 30%-uk kikerült, ugye átfésültük ezeket a várólistán lévő egyéneket, behívtuk őket, és körülbelül 30%-ukról ez országos eredmény, körülbelül nálunk is ez történt, kiderült, hogy valami ok miatt nem kéri, nem aktuális, tehát ennyivel eleve csökkent adminisztratíve. A berakott pénz hatására aztán tovább csökkent a cél, hogy 180 napon belül mindenki, aki várólistán szerepel, műtétre kerülhessen. A kórház személyzetének több feladatot jelent a több műtét, amit próbálnak szervezéssel megoldani. Ez óriási plusz megterhelés jelent számunkra. Éppen tegnap konzultáltunk az érintettekkel, műtő, anesztézia és az ortopédia dolgozóival ennek kapcsán. Lehet, hogy valahogy átalakítjuk ezeknek a műtéteknek a végzését, külön műtéti időpontokat jelölünk ki. Azonban úgy tűnik, hogy összességében egy kicsit nagyobb megterheléssel, de elvégezhető ez a feladat, és el is végeztük, el is végezzük. A protézis műtétekre sokan rászorulnak a térségben, hiszen itt is idősödik a lakosság, így emelkedik a csípőtáji nagy ízületi elváltozások száma. Az idős lakosságnak legalább a fele szenved valamilyen mozgásszervi megbetegedésbe, ami hát minket érint operatív értelemben, ugye az az ortopéd trauma tárgykörébe foglalható nagyizületi degeneratív elváltozások köre, amelyek alapvetően a csípő és a térd kopásokból kialakult úgynevezett artrózist jelenti. Az ilyen nagy műtétek kockázattal is járhatnak, utána pedig még egy rehabilitációs folyamattal is számolni kell, viszont megszűnhet az évek óta tartó fájdalom, és újra könnyebb lesz a mozgás. Problémát az szokott okozni, hogy a betegre a műtétet követően még egy nagy önfegyelmet és együttműködési készséget kívánó utókezelés, gyógytorna, stb. Vár. Ha ezt végig képes csinálni, akkor a korábbiakhoz képest aránytalanul jobb általános állapotba kerülhet. A mozgásszervi betegségek elkerülésére a helyes, mozgásgazdag életmóddal, az egészséges testsúllyal sokat tehetünk.